Sziasztok, üzemvadászok, és üdv az új videóban! Most láttátok ezt a menő durva összevágást, ez azt jelenti, hogy a Maxed Athletics mától elérhető, pre-sale-be megy, tehát ma születik meg, ezt így mondják? Mától kapható a Maxed Athletics pólók. Van fekete póló, fehér logóval elől és hátul. Aztán még a jobb kardjára ide van varva a logó még egyszer külön. Amit épp láttok rajtam, az SS póló, ideig megy le, mindjárt felveszek egy fehéret, hogy jobban lássatok, hogy ez hosszú. Azért akartam hosszabb pólót, hogyha például felhúzózkodást csinálunk, hogy ne jöjjön ki a hasunk, hanem egyszerűen erre is legyen figyelve. Fel is vettem a fehéret, itt most jobban lehet látni, hogy mennyire hosszú. Aztán a fehéren fekete logó elől és hátul. Plusz persze itt is a jobb karra a logó rávarva. Egyébként arra is figyeltünk, hogy a karnál feszüljön, tehát ahogy mondtam, ez is most SS. Felveszek gyorsan egy MS-t, hogy lássatok, hogy még az is jó lenne nekem 170 cm-rel, jelenleg 73 kilóval. Na, fel is dobtam egy MS-t, és látjátok, hogy még itt is egész jól feszül a karnál, tehát ez most így kicsit lazább a mellkasnál. Én őszintén inkább az SS-t hordanám, mert kicsit feszesebben szeretem. És most jön egy bónusz. És az a Gold Edition, az egy különleges kiadás ezekből a pólókból. Csak azoknak elérhető, akik megvásárolják a csomagot, abban benne van a fekete póló, fehér póló, és még pluszban kapható az arany kiadás. Ez a csomag 100 darabra van limitálva. Nekem ennek ez volt a hátsó szándékom, hogy majd fél év múlva, vagy nem tudom mikor lehet végre már valami rendezvényt szervezni, ha lesz valami közönség találkozó, és valakin látom ezt a pólót, akkor tudom, hogy ez egy brutális, igazi izomvadász. A Maxed Athletics az egy dolog, amin nagyon-nagyon régóta dolgozom, saját ruhamárka, és most végre kész. Számomra nagyon sokat jelent, remélem, hogy nektek is annyit jelent, mint nekem. Maga a jelentése a Maxed az, hogy maxoljunk ki, igazából edzéseket, táplálkozást, igazából mindent az egész életünkből próbáljunk többet kihozni, küzdjünk az álmainkért, vadásszuk le. Ez a Maxed, link a videó leírásban, pre-sale ma kezdődik. Szia, Denis! Szia! Neked ma jó, hogyha kész vagy? Igen, várlak a mintadarabokkal, minden megvan. Király! Yes! Ez jó hír! Jó irányba megy a nap. Folytassuk. Annának szombaton, szerintem ez a videó itt szombaton megy fel, úgyhogy nektek ma van szülinapja, úgyhogy ahhoz most még be kell vásárolnom, mert sushit szeretne csinálni otthon, és ahhoz kell pár dolog, úgyhogy menjünk. Szia Mia, neked is vásároltam, nézd, ez a tiéd. Hú, de boldog vagy. Na most, vásárlás után itthon minden, ami van a sushihoz, az ilyen surimi sticks, lazac, ilyen krém, avokádó, szárított hagyma, ebből elvileg lehet spicy tunát csinálni, ahhoz majd még kell tonhal, aztán rizsecet, wasabi, nori levelek, két csomag, sushi rizs, és persze egy fehér módszer is kellett, ha már vagyunk úton. Következő megálló a terem. Ez pedig ilyen öltöző, meg ilyesmi lesz, oké? Okay? Innen az a lizbe eltűnik. És akkor ez már kész van. Na, itt elő készül két iroda. Ezt használnám meg raktározásnak. Ez pedig a munkahelyi iroda. Itt a bejárat, és akkor ott megy át a terembe. Ott pedig öltözők. Tehát ez még nagy építkezés. Na, meeting 1 megvan. A jéghidegben beszélgettünk még viszonylag sokat, úgyhogy most próbálok visszamelegedni. Aztán szaladok is tovább a második meetinghez, mert a Maxed
Minták készen állnak, igazából már voltak az egyik cégnél, de most kipróbáltam még spontán egy másikat, mert minőségileg egyszerűen még jobbnak tűnt, és én, ha már Maxed a neve, akkor a maximális minőséget is szeretném kihozni nektek, úgyhogy ez van most, bár ugye amikor ti ezt a videót látjátok, akkor a Maxed már készen áll, úgyhogy mindenképp kíváncsi vagyok, hogy most mi lesz, menjünk tovább. Na tessék, ez is megvan. Hú, van is egy meglepetésem, de ezt csak a Maxed rendelők fogják látni. A lényeg, hogy ez is egy nagyon sikeres meetingnek mondható, most pedig jól megéheztem, úgyhogy megyünk is haza. Ma az a nap van, amikor a Maxednek forgatjuk azt, amit ti a mai videó elején láttatok, mert kell valami durva Maxed videó, meg esetleg néhány kép is, és ezért idejöttem Mátéhoz, és tudjátok, hogy ha Mátéért megyek, akkor durvák lesznek a dolgok. Igaz? Mit? Igaz? Mi igaz? Mondd, hogy igen. Igen. Mi? Már úton vagyunk, már teremben fogunk forgatni, de a terem még nincs nyitva, mi pedig éhesek lettünk, és most erre nem vagyok büszke, és nagyon régóta nem is csináltam, de minden le van zárva. Itt a lépcsőn kell ennünk. Mit szólsz a luxushoz? Very good! Very good! Na, kis félreértés történt, úgyhogy most teremben nem mehetünk, mert ugye nem vagyunk versenyzők, egyikünk sem. Még, de kell egy másik megoldás, úgyhogy oldjuk meg a problémát. Szóval épp itt így, ilyen kis behind the scenes, hogy lássátok, hogy mit csinálunk. Nagyon beteg, olyan beteg, ahogy csillog. Azt hinné az ember, hogy igazi arany. Na, és itt is tartunk, eddig összevágtam a videót, most pedig annyi, hogy köszönöm, hogy eddig végignézted, Maxedletics, link a videó leírásban, köszi, hogy itt voltál, na, csáááá!